Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Bizonyára érdekesnek tartjátok ezeket a kártyákat, hiszen itt a magyar régi írásról van szó, és a férjem meglepett ezekkel a kártyákkal, hiszen ő készítette őket, és a jövőben szeretnék ezzel dolgozni, ha tetszik nektek, majd írjátok le a kommentárba. Kíváncsi vagyok, hogy milyen hatással van rátok ez a régi írás, ami hasonló a rúnákhoz, és itt van a latin betű, a mostani írás, ahogy mi ezeket a betűket ismerjük. Én közlöm veletek, hogy mit jelentenek itt ezek a képek, ezek a szimbólumok. Itt három betűről van szó. U, T és az A betű. Itt elgondolkozhattok azon, hogy ez mit vált ki belőletek. Ez lehet valakinek a neve, az első betű, vagy lehet egy falu, vagy egy város is, vagy egy bizonyos fogalom. Mindenkinél mást fog kiváltani. Én inkább ezeket a régi betűket nézném meg, ezeknek a szimbolikus jelentését. Itt látható, hogy tükröződik számodra valami. Az is lehet, hogy valaki közeledik hozzád, nyújtja a kezét, és kéz a kézben fogtok együtt tervezni valamit. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy olyan szűkös most a helyzet, és a következő kártyán látható, hogy lesz egy új irány, ki akarsz lépni ebből a helyzetből, te tekintesz egyedül ebbe az új irányba, vagy nálad vannak bizonyos tervek, itt van a T betű, tehát tervekről van szó, lesz egy új kezdet, és te felfele tekintesz, itt látható ennél az iránynál. De nem maradsz egyedül, hiszen tudod azt, hogy a háttérben ott van a párod, közeledik hozzád, nyújtja a kezét, és miután te beszélsz majd a saját terveidről, itt együtt lesz majd egy új ötlet, vagy valami, amit közösen szeretnétek megvalósítani. Itt még nem olyan biztos a helyzet, hiszen egy lábon áll valami, tehát még kell az, hogy valami vagy valaki erősítsen benneteket, hogy ez a dolog, ez biztos legyen számotokra. De az irány az látható. Ez lehet egy költözködés, vagy munkahelyi változás, vagy valami változik majd, a párkapcsolatot illetően. Legyen meg a bizalom, hogy ez a terv jó, hogy ő ott van melletted, segít neked, lesz majd beszélgetés köztetek, és együtt fogtok indítani valamit. Itt vannak még kezdetben olyan bizonytalanságok, amikor még úgy vaciláltok, de legyen meg a bizalom, hogy idővel itt kialakul valami, és itt látható is, hogy a kezdeti időben akkor is olyan szűkösnek tűnik valami, mégis itt megvan ez a négy pont, és az jelenti azt, hogy az irány az jó, itt ki fog idővel alakulni valami, az eltartott körülbelül 4 hétig vagy 4 hónapig, itt számomra a 4-es szám jut eszembe, és az természetesen közli az időt is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!